Iris azonosítás a téma, akik rendszeres activity-re járók talán emlékeznek rá, mert már negyedszer vagyunk itt, hogy mindig valami biometrikus azonosítási technológiát veszünk gorcső alá, és megnézzük, hogy milyenek a sérülékenységei, volt már új nyomat, kézerezet, arcfelismerés, most az iris azonosításon van a sor. Miről fogunk beszélni? Be fogunk kicsit mutatkozni, bemutatjuk röviden a technológiát, a szóba jövő sérülékenységeket, természetesen az eddigiekhez hasonlóan tartunk élő bemutatót, majd pedig beszélünk picit a biometria, mint tudomány jelenéről, jövőjéről. Úgy illendő, hogy bemutatkozunk, a csapat, akinek ez a mai előadás érdeme, 6 plusz 1 főből áll, ebből mi 4-en itt vagyunk, Otti Csaba, Kapitány Sándor, Martinkovics Dániel és jó magam Fehér András vagyok, tisztelettel köszöntjük még egyszer Önöket. És hát van még egy csapattagunk, Lick Lips Beautiful Friendship, ez az ő neve, magyar hangja Vili a kutya, ez majd ki fog derülni, hogy miért is. Honnan jöttünk, kik vagyunk? Applied Biometrics Institute, vagy Alkalmazott Biometria Intézet. Mi az Óbudai Egyetem keretein belül jöttünk létre 4 évvel ezelőtt, megvalósítva a biztonságtudomány különböző ágainak együttműködését, úgy, mint a fizikai biztonság, információ biztonság, informatika, IT security és egyéb területek. Erre mi büszkénk vagyunk, és ennek az együttműködésnek az eredménye az, hogy ma itt lehetünk. Át is adom a szót Csabának, hogy mutassa be a technológiát, amiről a mai adás szól. Köszönöm. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Otti Csaba vagyok, az ABI-nak az egyik kutatója, és azt a türelmet szeretném kérni, hogy tegeződjünk legalább addig, ameddig a előadásunk tart, utána ígérem mindenkinek, visszaállok magázó formulára. Az a szerencsés helyzetünk, hogy az utolsó előadók vagyunk, úgyhogy nincsen időkorlátunk, gondoltam, egy 2 órában összefoglalom a gondolataimat a témáról, de aztán nagyot fogunk mulatni együtt. Technológiáról lesz szó, ebben a részben szeretném elmondani, mi az az íris egyáltalán, kicsit biológiával kezdenénk. Emberi szemet látjuk. Először elmondom egyszerűen, hogy mi az, hogyha kimegyünk az előtérbe, és a hostess hölgyeknek belenézünk a szemébe, és ami tetszik benne, az az íris. Jó, semmi más, tehát az a szép, a kék, a zöld, a barna, fekete. Tudományosabban megközelítve, hogy mi az íris és mi a retina között a különbség, mert ezt jellemzően keverik, akár a szakmában is, ugye hallgunk retina leolvasókról, meg íris azonosításról. A képen kivetítve látszik, hogy az alapvető különbség a kettő között, hogy az egyik a retina, az a szemnek a fenekén van, a szem fenéki érhálózatról van szó, itt alatta látszik. Az íris pedig ami szép a szemben, ezt nem tudom szebben mondani, őról lenne szó. Mi a kettő között az alapvető különbség? Az egyik technológia, a retina azonosítás, az ténylegesen nem működik másképpen, csak akkor, ha belevilágítanak a szembe, így lehet leolvasni a szem fenéki érhálózatot. Egyébként ez egy olyan technológia, mint a Kalambó felesége, hogy mindenki beszél róla, de én még nem láttam ilyet működés közben, de igazából még olvasni sem olvastunk róla nagyon, hogy egyes kísérleteken túlmenően használták-e bárhol is, bármikor kereskedelmi forgalomban. Ezzel a több probléma van, tehát például a ma esti buli után holnap nem biztos, hogy működik, hogyha az embernek be van vérezve a szeme egy kicsit. Az íris azonosítás viszont annyiból egy sokkal egyszerűbb technológia, hogy egy egyszerű kamerakép működtetésével az azonosítás megtörténhet. Mit tudnak azonosítani az írisben? Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki hallotta valami előadásunkban az újnyomat azonosítás, hogy működik, hogy a minúcia pontokat keres az algoritmus, jellegzetes mintázatokat, az íris azonosítás is így működik, különböző jellegzetes mintákat keres a feldolgozó algoritmus a szem írisében. Milyen tévhitek kapcsolódnak az íris azonosításához? Az első képen ugye látszik, ahogy Wesley Snipes kiszedte a börtönőrnek a szemét, és ezzel ment át egy azonosító, hát ezzel nem megy át, mert hogyha beleszúrunk a szembe, az egy vissza nem fordítható módosulás szenved, és ezzel nagyon nehéz lenne átütni egy ilyen eszközön.
Ezen kívül jellemző a filmekre az, hogy általában belevilágítanak a szemébe a usernek. Például az NCIS-ben láttam legutóbb, amikor a nagyon védett helyiségbe ment be az egyik ügynök, és ott is a szemét szkennelte. A speciál ismerjük azt az azonosító eszközt, nem szkennel semmit. Nincs is rá szükség egyébként. Az a lényeg, hogy legyen megvilágítás, hogy tudja az iriszt azonosítani. Az már lehet, hogy infrafénnyel világítunk meg, de semmiképpen nem úgy néz ki, ahogy itt ezeken a képeken látszik, hogy valamilyen lézerrel belevilágítunk. Következő szlájdon, hogy hogyan működik a technológia. Hát ugye miről beszélünk? Először is ugye valamilyen módon le kell vennünk a képről a mintát, az élő képről. Ezt itt próbálok valamit világítani, hogy lássunk. Hát ez egy fotóról van szó. Utána magán a fotón meg kell találni a jellegzetes pontokat. Erről majd Sándorunk mesél többet a bemutató részén, de a lényeg az az, hogy először ugye a szem héjat kell megtalálni, aztán benne meg kell találni az íriszt, a pupillát szokták még bekarikázni, tehát bekeretezni. Utána ezt a megtalált íriszt, az kiforgatja az algoritmus egy téglalappá, és azt kezdi el feldolgozni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy felosztja viszonylag alacsony pixel számú részekre, és ez egyszerűen csak azt mondja, hogy van sötét, vagy nincs. Tehát egy fekete-fehér, gyakorlatilag kétdimenziós, egy QR kódot állít elő az íris szeméből, vagy az íris mintájából. Utána következik, hogy az algoritmus adatbázisból előveszi a mintát, megtörténik az azonosítás, aztán hát, ha eltalálja az illetőt, akkor megtaláltuk őket. A következő képen, ez talán részletesebben jobban látszik ez, amit az előbb elmondtam, hogy hogyan is működik egy ilyen algoritmus. Amikor én szoktam tesztelni ezeket a rendszereket, akkor nekem a szemhéjam az valamiért, hát szóval ilyen elég össze van húzódva, ilyen húzott szemű vagyok, és emiatt nagyon nehezen találja meg. Tehát sok eszköz például nem is működik, tehát kell meregetnem a szemem, hogy találjon benne egy íriszt. A következő, amit ugye meg kell találni a szegénynek, ez az írisznek a külső körvonal, illetve a pupilla. Ugye ez a pupilláról azt tudjuk, hogy ha nagyon belevilágítunk, kitágul. Ha sok Red Bullt iszunk a buliba, akkor is kitágul. Ő volna az írisz. Tehát ez a technológia, ez a biológia, ez a feladat alapvetően a gyártók által, hogy hogyan lehet egy biometrikus úton egy embert azonosítani. Ez az íris azért érdekes, mert az egyik, ha nem a legbiztonságosabb azonosítási technológiának tekintik az egész világon, szakmában is, és hát elvileg valóban ez így is van. Most szeretném megmutatni, hogy ilyen eszközöknek milyen általános sérülékenységei vannak, valamint azt, hogy milyen sérülékenységeket kerestünk az adott eszközzel, amit majd Sanyi bemutat. Ezen a bonyolultnak tűnő ábrán ábrázoljuk azt, hogy hogyan működik egy beléptető rendszer. Miután ugye elsősorban most beléptető biztonsági rendszerekről beszélünk, az a nagy különbség egy hívjuk úgy beléptető rendszerrel és az egyéb azonosításokkal kapcsolatban, hogy egy beléptető rendszernek az a funkció, hogy egy adott ponton, egy ajtónál, vagy egy forgóvillánál, vagy egy bármilyen áthaladási ponton 100%-osan kellene azonosítani az embert. Ugye itt arról van szó, hogy megyünk be a munkahelyünkre, az iskolánk, vagy bárhova, akkor legyen nálunk mondjuk egy kártya, amivel be tudunk menni. Nincs nálunk kártya, nem tudunk bemenni, de ez egy probléma, ezt meg kell oldani. Elveszítjük a lakásunknak a kulcsát, akkor nehezen fogunk bejutni. Ott nem célszerű, illetve nem megengedhető az, hogy nekem nem működjön ez a mintám. Egy másik alkalmazása, illetve a legnagyobb fejlesztések ebbe az irányba mennek, amikor tömeges azonosításról van szó, egy reptéren terrorista kiszűrés, egy térfigyelő kamera rendszeren, ugyanis ott, ha történik egy pozitív azonosítás, és vélelmezhetően tényleg jelkövetőt, hogy valakit kaptunk el, akit el is akartunk, akkor ennek örülünk. Az nem baj, ha 99 kicsúszik ebből a rendszerbe, az más kérdés, akkor megérte beruházni ebbe a rendszerbe, de ettől még ez nem probléma. Egyébként fogunk még erről beszélni az előadás végén, hogy vajon milyen lehetőségei vannak a gyakorlatban egy ilyen rendszernek. Tehát amiről mi most beszélünk, ez egy ajtónál személyazonosításra alkalmas eszköz, és ez hogy épül fel, milyen sérülékenységei vannak. Ugye az első pont, amivel mi találkozunk,
Természetesen minden rendszerhez lehet egy újnyomatazonosító, lehet egy íriszazonosító, arcfelismerő, kártyás rendszer, kódos, bármi. Ugye ez az az eszköz, amivel mi találkozunk, ha beszeretnénk menni az ajtón. A következő pont, ami ahogy kapcsolódik a rendszerbe, az egy kommunikációs útvonal, valamilyen módon eljut egy vezérlőhöz ennek az eszközből kinyert jel. És ez nagyjából részletkérdés, hogy milyen jel megy át, mert ha elég okos az eszköz, akkor nem. Tehát nem arra kell gondolni, hogy egy USB eszközről van szó, ami képet továbbít. Bocs, elnézést. Még nem is tartunk ott. Jó. Tisztáztuk, hogy hol tartok időbe. Tehát eljut a vezérlőbe az azonosított információ, majd ez a vezérlő kinyitja az ajtót, ha jogosultak vagyunk ott éppen oda belépni. Utána szintén van egy kommunikáció, és aztán elérkezik a PC szoftverhez ez az információ. Aztán valamilyen adatbázisba bekerülnek az adatok. Milyen sérülékenységeket vélhetünk felfedezni, és ezeket vizsgáljuk mi jellemzően. Ugye nézhetjük magának az eszköznél a technológia sérülékenységét. Például azt, hogy egy kártya másolható-e vagy sem, ez maga a technológia sérülékenységét adja. Vagy egy újnyomat másolható-e vagy sem, vagy egy íris ellopható-e a usertől ez az információ. Aztán nézhetjük magának az eszköznek a sérülékenységeit, amikor arról van szó, hogy az eszközön például van egy olyan USB port, ami a falon kívül van. Vagy le lehet-e úgy emelni a falról, hogy hozzáférjenek az eszköz belsejéhez. Utána a kommunikáció hasonló sérülékenységeket tudunk vizsgálni, hasonlóképpen a vezérlőnél is. A szoftver esetében sajnos el kell mondanunk, hogy nagyjából az fizikai biztonsági rendszereket gyártók, az kb. 10 évvel vannak lemaradva az IT biztonsági cégek mögött. Hát ennek megfelelő a szoftverek biztonsága is, és ugyanígy az adatbázisokról ez elmondható. Mi az, amit ma vizsgáltunk ezen az eszközön? Ugye megnéztük a technológia eszköz adatbázis szoftver, amit az előbb kivetítettem, és ezeken belül milyen feladatokat néztünk, hogy a képet ki lehet-e nyerni a rendszerből, tehát magát azt a képet, amit egyáltalán készít ez az eszköz. Megoldható-e azt, hogy ellopjuk a felhasználónak a mintáját, és ezt az eszköz vajon elfogadja-e? Van-e benne élő mintaazonosítás, ami ez egyik kulcskérdés egy ilyen rendszernek. Mást elfogad-e a rendszer, vagy csak iriszre alkalmas? Lehet-e egyáltalán backdoor a rendszerben, és mi történik ezzel az eszközzel, hogyha adatbázis szinten nyúlunk hozzá? Sándorom, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Kapitány Sándor vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretném bemutatni, hogy mi az, amire jutottunk ezekben a kérdésekben, amit Csaba itt felvetett. Ahhoz azonban, hogy ezt becsülettel el tudjam mondani, ahhoz egy kicsit az eszközről kéne beszélni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi most a technológiát néztük, tehát nem arról van szó, hogy most ez az egy konkrét eszköz jó vagy rossz, vagy okos vagy nem annyira okos. Mi a technológiának a sérülékenységét próbáltuk megtalálni, és hát majd látszik, hogy mire jutottunk. Az eszköz maga egyébként az a bizonyos MKC Dual valójában egy Windows logon rendszerhez kapcsolható kvázi webkamera. USB csatlakozással fut be a gépbe, és az egyetlen igazi funkciója az, hogy azt a hagyományos jelszó megoldást, amit bepötyögünk és amit meg lehet találni a billentyűzet hátoldalán, azt kiváltsa valamiféle biometrikus azonosítással. És igazából, ahogy mi ezt meg tudtuk vizsgálni, az pont az eszközgyártótól kapott kvázi teszt szoftver, ami nem ténylegesen a beléptetés szolgálja, hanem egy tesztelést, hogy mégis hogyan működik, mint működik és mit lehet vele tenni. Két fontos képernyőkép van fönt a dián, hogy az egyik, az első, ez az egyszemes kép, ez arra szolgál, hogy megmutassa, hogy mit regisztráltunk. Tehát ez a regisztrációkor készül, amikor elvileg felveszünk egy felhasználót. Ott lehet beírni az adatokat, és egyfajta minta visszamutatás történik. A másik pedig a tényleges azonosításnak a képe, azaz amikor egy sikeres azonosítás történik, illetve részben ugyanez a kép van, amikor nem sikeres az azonosítás, tehát amikor sikeres azonosítás történik, akkor ezt a képet látjuk, ahol a felső a regisztrált minta, amit az adatbázis vagy a rendszer eltárol, az alsó pedig az aktuális felvétel, amit akkor az adott pillanatban készített a rendszer. Ebből áll a
az eszközrendszerünk, és nézzük meg, hogy mi az első kérdés. Az első kérdés az volt, hogy az adatbázisból ki tudunk-e bármiféle információt nyerni. Most kérem szépen, hogy váltsunk át a másik képre. Dani be fogja nekünk mutatni, hogy mennyire bonyolult eszközökkel lehet adott esetben kinyerni egy ilyen mintát onnan, ahol a gép eltárja. Ugye látható, ez egy viszonylag egyszerű, a legtöbbek által ismert fotószerkesztő szoftver, ahol Dani belép a megfelelő könyvtárba, és kiválaszt egy számára szimpatikus fájlt, mondjuk ez legyen Csaba 001, és ezzel a lendülettel megnyitja. Az egyetlen specialitás ennek a tárolási módnak az, hogy ez RAW fájlokban van eltárolva, ezért volt szükségünk egy ilyen speciális szoftverre, mint a kép módosító szoftver, és láthatjuk, egy kattintással itt van a kép. Ez az, amit letárolt a szoftver, ez az, amit minden egyes azonosításkor elkészít. Ugye azért volt annyira sok képfájl abban a bizonyos könyvtárban, mert hogy nem csak a regisztrációkor, hanem minden egyes azonosításkor készül egy-egy ilyen felvétel, és ezt mindegyiket ki lehet nyerni, lehet módosítani, és sok mindent lehet vele csinálni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az első feladat megvan, megveregethetjük a saját vállunkat, tehát sikerült képet kinyerni a rendszerből. Ennek a nagy örömnek komoly következménye lett, egy kicsit ellazultunk, és úgy döntöttünk, hogy egy általános tévhitet, vagy egy urbán legendát megtörünk, mert ugye mindenki abban gondolkozik, hogy bármiféle biometrikus azonosítás, akkor az ember, az embernek az ujja, az arca, az embernek az írisze az, ami előkerül. Nos, azt kell mondjam, hogy nem. Nem csak emberre alkalmas, és ez már azért sok mindent fölvet, sok minden tovább gondolást fölvet, ugyanis amit itt most látunk, az egy sikeres regisztráció, nem pont az, amelyiknek a sikeres azonosítása volt, de ez egy sikeres regisztráció, és egy sikeres azonosítás Williről, Willy a kutya. Mondhatnánk, hogy az első, vagy nem tudom, hogy az első, de minden esetre közöttünk az első hacker kutya, aki minden gond nélkül megtörte nekünk ezt a technológiát, és belekacsintott a kamerába, regisztrált, majd azonosított. Nem mondom, hogy könnyű volt, mert időnként már kicsit türelmetlen volt a drága, de azért csak sikerült. Jó, tehát adatbázisból kinyertük az információt, egy kicsit viccelődtünk Willivel, fordítsuk ennél egy kicsit komolyabbra, mert hát azért itt még nem leszünk annyira könnyen. Próbáljuk ki azt, hogy mi történik akkor, hogyha egyszerű eszközökkel, a lehető legegyszerűbb eszközökkel, amit egy hagyományos számítógépen meg lehet találni, kinyerjük az információt és visszaregisztráljuk. A következőkben arra fogunk kísérletet tenni itt most élőben, remélem sikerül, hogy egy regisztrált mintát, ez konkrétan az én íriszem lesz, egy regisztrált mintát azonosítunk. Ennek az azonosításnak a során ugye ez a bizonyos kettős kép fog keletkezni, amit ellopunk így nagy lendülettel a rendszerből, majd meglátjuk, hogy mit lehet vele kezdeni. Az első, és reméljük, hogy ilyen fényviszonyok között sikerül, azt ugye nem mondtam, hogy infratartományban működik a rendszer, tehát a világítás lehet, hogy kicsit be fog zavarni. Próbáljunk egy indítást. Jó, ez egy regisztrációs kísérlet volt, most nézzük, hogy mi történik, amikor azonosítás történik. Ha minden jól megy, akkor sikerült egy azonosítást megtennünk. Nem? Akkor még egyszer nekifutunk. Most már jó lesz a rendszer. Igen. Ugye itt látható, hogy egy egyszerű megoldással, ami minden szoftver, vagy minden számítógépben benne van, ez a bizonyos print screen megoldás, egy azonosításból kivettük a képet, vagy kivesszük a képet. Ugye mire lehet ez jó? Hát alapvetően arra, hogy egyébként bárhonnan máshonnan is próbálkozhatnánk szerezni infra tartományban készült képet az iriszünkről, de nekünk most erre nincs szükségünk, ott van benne a szoftverben a lehetőség, feladja a képet, ezt beillesztettük,
megfelelő méretre hozzuk, hiszen azért erre érzékeny a rendszer, tehát nem szereti annyira, hogyha túl nagy szem kerül elé. És fogjuk, kinyomtatjuk. Egyszerű, irodai felhasználású lézernyomtató, egyszerű szövegszerkesztő szoftver, mindenféle mókolás nélkül, legalábbis jelen szituációban, és bízunk benne, hogy ez most működni fog. Hozzáteszem zárójelben, az összes kísérlet így történt, tehát nem mókoltunk bele semmilyen képmódosítással, nem torzítottuk el az információt. És ami most következik, az nem más, mint az a kísérlet, hogy beregisztráljuk ezt a képet. Ugye itt most három szintje lehet már eleve az azonosítási problémának. Az egyik az, hogy egyáltalán felismeri-e, mint Iris. Vagyis felismeri-e, hogy ő neki ott valamiféle képet kell készíteni. Alapértelmezésben azt kell mondjam, hogy itt a képen keveset fogunk belőle látni, amikor megakad egy picit a rendszer, egy pillanatra megáll a kép, az nem azért van, mert a gép teljesítménye nem megfelelő, hanem azért, mert ilyenkor készít, vagy próbál készíteni egy képet arra, hogy megfelelően azonosítson. Ugye ez az első szint, tehát ha már idáig eljutunk, az is egy elég komoly probléma, hogy egyáltalán egy elétett papírral úgy viselkedik, mintha valós szem lenne mögötte, mintha őnek lenne ott mit keresni. Próbáljuk meg egy kicsit kevesebb fénnyel, hát ha akkor nagyobb sikerrel járunk. Köszönöm szépen. Tehát a kísérleteink alapvetően arról szólnak, hogy képes-e egyáltalán szemként értelmezni, és bízunk benne, hogy belátható időn belül ez meg is fog történni. Ha netalántán nem történne meg, akkor elmondom, hogy igen, képes. Tehát nyilván nem állnánk itt ezzel, és nem tennénk, nem vennénk az arcunkra ezt a bemutatót, hogyha nem lenne képes erre. Jó, tehát itt most tételezzük fel, hogy ez a beregisztráció ez sikerült. Ha valakit érdekelnek a részletek, előadás után állunk rendelkezésre, és elmeséljük, hogy miként történt ez a sztori, és miben változott. Ugye látszik, egy pillanatra kifagyott a kép, ez annyit jelent, hogy megpróbálta azonosítani ezt a papírt, megpróbálja azonosítani a rendszer. Sorba próbálkozik. Ugye valószínűleg fényviszonyok azok, amik nem pontosan ugyanazok, mint a korábbi kísérletek során, ezért ebben lehetnek eltérések, de valójában látjuk, neki fut, próbálja újra azonosítani a rendszer a szemet, és egy picit odafigyelünk, és egy picit szerencsések vagyunk, akkor sikerül is neki. Ha látták már az előző előadásnak, azok tudják, hogy mindig ezt szoktuk csinálni. Kiállunk és nem tudjuk megmutatni. De azért a végére szokott sikerülni. Igen, most egy elutasítást láttunk. Szerintem próbáljuk meg megnyitni picit a logfile. Picit több fényt. Akkor kérnénk szépen egy picit több fényt. Igen, ismételten. Ugye kifagyott a kép, majd visszalép az előző állapotra, ez azt jelenti, hogy felismerte, mint szem, és elutasította. Azt mondta, hogy ez nem egyezik az ő általa ismert mintákkal, de lássuk be, most ott tartunk, hogy nem csak felismerte, mint szemet, egy sikeres azonosítás volt, miközben beszéltem. Ott a pont. Jó volt szerintem. Tehát eljutottunk a harmadik szintre, tehát nem csak felismerte, mint szem, nem csak megtalálta benne az azonosítási pontokat, hanem ezúttal sikeresen és ismételten sikeresen beazonosította azt a felhasználót, akit mi egy becsületes papírral regisztráltunk. Ugye innentől kezdve az egész rendszer elkezd megkérdőjeleződni, tehát innentől kezdve azt mondjuk, hogy van egy Iris mintánk, valahogy elloptuk, nagyon egyszerűen egy print screennel, majd kinyomtattuk a világ legegyszerűbb módján, és beazonosította, beregisztrálta, beazonosította.
Ugye elképzelhető, hogy ez már viszonylag komoly problémát okoz. Igen, kérnek szépen egy váltást. Tehát azt mondhatni, hogy a második szinten is kapunk egy pipát, mert hogy valójában nem csak ki tudjuk nyerni belőle az adatokat, nem csak ki tudjuk belőle nyerni a képet, hanem be is tudunk tenni bármit, ami más jellegű, vagy pontosan nem élő jellegű minta. Ugye az szokt, van az a nagyon szép mondás, hogy Mordorban nem sétálhat bárki csak úgy be. Hát Mordorban lehet, hogy nem, nyilván az első gondolatunk az lenne, hogy akkor innentől kezdve próbálkozunk minden extrémitással, tehát Sauron szemétől kezdve mindenhova képesek vagyunk eljutni. De ugye, ha Mordorban be akarunk sétálni, akkor szükségünk lehet egy-két apróságra. Ugye ott is látszik egy gyűrű, nyilván messziről, meg közelről sem nagyon látszik, azért van fönn a képen. Egy darab gyűrű, aminek mind a regisztrációs, mind az azonosítási képe itt van. Tehát nemhogy nem Irisről beszélünk, nemhogy nem papírról beszélünk, egy fém darabról, egy tűzzománcos gyűrűről beszélünk, amelyiket képesek voltunk beazonosítani, regisztrálni és felismertetni a rendszerrel. De hogy ne álljunk meg ennyire egyszerűen, egy pendrive. Jó, kicsit céges pendrive, kicsit reklám pendrive, de attól még pendrive, és ettől még be lehet regisztrálni, és ettől még azonosítja a rendszer. Sőt, mi több, ezzel megcsináltuk azt a munkát is, hogy nem csak, hogy az eszközt regisztráltuk be, hanem utána ugyanezzel a módszertannal, amit az előbb láttatok, ugyanezzel a módszertannal beregisztráltuk papírról még egyszer, hát miért is ne, ha már szórakozunk, és ismét sikerült. Tehát ismételtem, ugyanezt a játékot végig lehet játszani úgy is, hogy nem a pendrive-ot, hanem a pendrive-ról készült képet regisztrálom be és azonosítom. Tehát itt eljutottunk addig a harmadik felvetésig, hogy nem csak, hogy ellopható a minta, regisztrálható és visszaolvastatható vele, hanem valami egészen más is, valami egészen más típusú adat is bevihető a rendszerbe. És akkor itt merül fel egy elég komoly gondolat, hogy oké, ugye ez már teljesen elvonatkoztatott az Iris-től, az Iris mintázatától, minden mástól. Vajon milyen egyéb lehetőségek vannak e mögött? Vajon létezhet-e olyan minta bármiféle gyártó által berakott, vagy bent felejtett, bármilyen backdoor, amivel azt mondom, hogy és akkor létezik a Jolly Joker, tehát létezik a Willy kutya szemét, rányomtatjuk egy gyűrű alakú pendrive-ra, és ezt mutogatjuk a rendszernek, és ezzel bárkit be fog engedni. Erre nem akarnánk itt és most megadni a választ. Maradjunk annyiban, hogy felvetjük a kérdést, hogy vajon ezek után létezik-e, mert hogy létezhet, az innentől kezdve számomra nem kérdés, de ha valaki számára igen, szívesen elbeszélgetek az ő véleményéről is. Tehát valahogy így nézett ki ez a tesztelés, és valahogy így mentünk végig azon a soron, amivel eljutottunk addig, hogy egy élő mintát kis küzdelemmel beregisztráltunk, egészen addig, hogy egy pendrive-ot is képesek vagyunk azonosítani Irisként. Én megköszönöm ezzel a figyelmet, és visszaadom a szót Andrásnak, hogy a további gondolatokat. Hallottunk itt mindenfélét, most szeretnék egy pár szót, illetve szeretnék egy pár szlájdot a biometria jelenének, jövőjének szentelni. Úgy itt az utolsó gondolathoz még annyit, hogy ez a nem Iris mintájú minta Irisként történő azonosítása, vagy Iris olvasóval történő azonosítása a biometria egyik lényegét mossa el, jelesül azt, hogy magát a szemét vagy az embert azonosítsuk, hiszen itt egy tárgyat azonosítunk helye közel ugyanúgy, mint egy kártyaolvasó esetében. Jelen jövő. Ugye a múltban a biometria alapvetően, ahogy a filmekben is láttuk, kiemelt biztonságú objektumok védelmére szolgáló valamiféle védelmi vagy beléptetési eszköz volt. Most már a jelenben ez kezd begyűrűzni a mindennapokba. Például a térfigyelő rendszerek terjedésével, ez helye közel mai tegnapi hír, hogy a 8. kerület letette a voksot ilyen térfigyelő rendszerek minél nagyobb körben történő elterjesztése mellett. Fradi pályán szurkolói azonosítás biometrikus módon működik, erezetolvasóval. iPhone, Samsung a,
a hétköznapi életben megvásárolható telefonjaiba újnyomatazonosítót épít be, arcfelismerő algoritmust futtat. ATM-eknél szó van arról, hogy biometrikus azonosítást vezessenek be a PIN-kód mellé, vagy helyett, mikor, hogy, akár ha mellé, akkor úgynevezett többfaktoros azonosítást megvalósítva, ha helyette, akkor egyfaktorosként, de biometrikus alapra helyezve ezt. Illetve hát Indiában van most egy nagy kezdeményezés, arról Csaba mond egy pár szót. Köszönöm. Sokat gondolkodtunk, hogy ki az, aki ki tudja mondani azt a számot, ami ott jobb fölül látszik. Végül én nyertem. 685.524.781 ember van beregisztrálva per pillanat Indiába, abba az iris azonosító adatbázisba, ahol India teljes lakosságát be fogják regisztrálni. Ez valahol 1,2 milliárd körül lesz néhány hónap múlva. Látszik ezen az ábrán az, hogy ugye a hogy az adott 2013. november hónapjában 32 millió embert regisztráltak, és a többi, és a többi, és ezen a görbén pedig, hogy hogyan változik. A lényeg ennek a kis résznek az az, hogy szeretnénk azt, tehát én úgy gondolom, hogy sokan azt gondolják, hogy nem vagyunk kapcsolatban a biometriával, pedig de. András említett az ATM-eknél, ez már nem fikció. Brazíliában használja, 8 bank vezette be ATM-ekhez a biometrikus azonosítást, és mindegyiknek az a célja, ahogy kezdtem az előadásomat, hogy nem az a lényeg, hogy 100%-osan azonosítsunk egy embert, hanem az a lényeg, hogy olyan köröket vonjunk be az azonosításba, akik addig nem tudtak azonosítani. Indiában teljesen mellékesen, mellékhatásaként ennek a rendszernek egy olyan eredmény született az egyik városban, hogy 75 ezer hajléktalan csináltatott a bankkártyát. Tehát azt mondta, hogy nem a bankkártyától féltek, hogy ellopják tőlük, de az iriszék véhetően nem lopják el, vagy hát ha ellopják, akkor baj van. Úgyhogy nagyjából mi úgy látjuk, hogy körülbelül a fél világ már benne van a biometrikus rendszerekben, a másik fele pedig hamarosan be fog kerülni. Mert hogy a jövő kiemelt biztonsági területeken többfaktoros azonosítás fog megvalósítani, többfaktoros azonosításról akkor beszélünk, amikor nem egyféleképpen azonosítjuk az illetőt vagy a jogosultat, hanem többféleképpen. Ez lehet például egy kártya, egyfajta biometria, vagy többféle biometria, mondjuk újnyomat és arcfelismerés együtt, ezt hívjuk többfaktorosnak. Itt a megjegyzendő az, hogy a kiemelt biztonságú területeken a nagyobb biztonsági fokozatot megvalósító megoldások felé megy a világ. Másrésztről elkezd az egész diverzifikálódni. Mit jelent ez? Az, hogy egyrészt ugye elmegy a nagyobb biztonság felé, ha az a feladat, másrészt begyűrűzik a mindennapokba, ugye az előbb láttuk, hogy hogyan. Ez a folyamat, ez csak most indult meg, távol van még a vége. Térfigyelő rendszereknek egyfajta intelligenciájáról fogunk beszélni, anélkül, hogy ebbe bővebben belemennénk, arról van szó, arcfelismerő algoritmusok futnak már most is, de majd mindinkább a kamerák mögött. Magát az arcfelismerést, tehát a biometrikus azonosítást is egy kamerán, egy normál IP kamerán keresztül valósítja meg a szoftver, nem pedig ecélre gyártott külön eszközökkel. A intelligenciáról meg aképp beszélünk, hogy ne kelljen minden egyes kamera mögé egy embert ültetni, hanem ahogy vagy egyre inkább elterjed a prediktív analitika, mit jelent ez, hogy a múltbeli események matematikai, statisztikus feldolgozásával jóslunk jövőt, egyszerű magyar nyelvre fordítva ez azt jelenti, hogy ha valaki él egy átlag polgári életet, reggel 8-kor elmegy dolgozni, este 5-kor hazamegy a családjához, és a többi, akkor ez jó eséllyel megjósolható jövőre nézve is. Ha én így élek, akkor mondjuk 80-85% esély van arra, hogy jövő hétfőn is ezt fogom tenni. Na ezt a fajta intelligenciát építjük be mindinkább ezekbe a rendszerekbe, és ezen intelligenciákon keresztül valósul meg az azonosítás, illetve bizonyos eseményeknek a előzetes feltérképezése, illetve utánkövetése, nem pedig manuális módszerekkel. És mindez mit jelent? Megvalósul a MOA, vagy Mission Oriented Application, illetve az adott feladatra szabott, konkrét, egyedi, testre szabott megoldás megtalálása. Még egyszer, kiemelt biztonságú területeken sok faktor, és a többi. Egyéb területeken pedig például a mobiltelefont. Nem az a lényeg, hogy mekkora a biztonsági szintje, sokkal inkább fontos az, hogy kényelmes legyen használhatósága, és kiváltson olyan
kényelmetlenebb vagy még alacsonyabb biztonsági fokú megoldásokat, mint például a PIN kód. Szeretnék egy biometriától távoli példával előjönni, hogy megvilágítsam azt, hogy mindezen dolgok a jelen, illetve a jövő milyen jellegű feladatokat tár elénk. Ez az ábra, ez a gépjárművek hivatalos fogyasztási adata, illetve a valós életben tapasztalt fogyasztási adatok közötti különbséget mutatja meg az évek múlásával. Mit jelent ez? 2000-ben látjuk, egyébként csak mondom, hogy mégiscsak tárgyszerűek legyünk, hogy ez a széndioxid kibocsátás változásának, illetve a különbségének alakulását mutatja, de ez egyébként műszakilag azonos feltételeket tekintve egyenes arányosságban a fogyasztási adattal is. Azt jelenti, hogy 2000-ben megvásárolt autó és használt autó a 2000-ben közzétett hivatalos fogyasztási adatokhoz képest jellemzően, egyébként ez egy normál eloszlási függvénynek az eredménye, 8%-kal fogyasztott többet valós körülmények között mezei használóknál. Egyébként ez a mintavétel ez több mint 500 000 jármű használatának összesítéséből született különböző országok adatait tekintve. Mit látunk? Emelkedik meredeken, nagyjából egy exponenciális emelkedés. Most ott tartunk, 2013-ban mondjuk ez tavalyi hír, hogy átlagban, itt vannak magánhasználatú autók, illetve céges autók, átlagban 38% az eltérés a hivatalos fogyasztási adat és a valós adatok között. Egyébként ez azt jelenti, hogy minden egyes használó átlagban évente 450 euróval többet költ üzemanyagra, mint az a hivatalos fogyasztási adatok szerinti kalkuláció lenne. Miért van ez? Egyébként az NEDC-t, ez a New European Driving, nem tudom micsoda, a teszti alapján kalkulálódik. Ez részben következik a metodológiának a szabadságfokából, részben pedig abból, hogy a gyártók elkezdtek a metodológiának, a módszertannak megfelelően fejleszteni, és bizonyos fogyasztás csökkentési és károsanyag kibocsátási megoldások jobban működnek az adott metodika szerinti lefutásban, mint a való életben. Ebben most nem megyünk bele, hogy ez egyebeket mit jelent. Egyet emelnék ki. Azt, hogy valós információt egy műszaki eszközről is, legyen ez akár gépjármű, akár egy biztonsági rendszer, akkor kapunk, hogyha valós körülmények között teszteljük. És ez a fontos. És a valós körülmény ez más és más, attól függően, hogy mi a feladat. Mission Oriented Application, akkor Mission Oriented tesztelésre is van szükség. És ez az, amikor elérkezünk oda, hogy mi mit csinálunk. Ugyanis ezzel a problematikával találkozunk mi a biometrikus eszközöknél is, megjegyzem zárójelben, nem csak a biometrikus eszközöknél, hanem általában véve a biztonsági rendszerek eszközeinél. Mit teszünk, és mi az, ami ezzel kapcsolatban most nekünk megjegyzendő? Ha gépjárművekről beszélünk, ami az kvázi mindenki ért, és már több mint 100 éve jelen van a mindennapokban, ehhez képest a biometrikus megoldások végtelenül újak. Viszont a beáramlásuk a gazdaságba és a fejlődésük az exponenciális egyébként, és messze megelőzi ez a beáramlás a tudást, ami őket övezi. Nem ismerjük az eszközöket. Én azt szoktam mondani, hogy a mikrohullámú sütőt sem tudom 100%-osan már használni. 20 évvel ezelőtt, amikor az első mikronk volt, akkor értettem a forgótárcsát, meg hogy olvasztunk, vagy éppen főzünk, vagy melegítünk. Ma már ez sem megy. Hát még egy komoly biztonsági rendszernél. Mi alapján tudunk tehát dönteni, akár szakemberként is, a gyártók tájékoztatása alapján, ami viszont nem más, mint egyfajta marketing, ugye? Hát visszatérve autós példára, hogyha elolvassuk a prospektusokat, ott is mindig mindegyik autó a legbiztonságosabb és legjobb. Egyébként ezzel semmilyen gond nincs, kell egy független minősítő intézet. Ugyanis az, ami le van írva a műszaki adatlapban, az nem minden esetben fedi a valóságot. Hát még, hogyha ezt megpróbálom adott környezetre adaptálni. Ami pedig ebből
szintén következik, és ami szintén velejárója ezen eszközök marketingjének, vagy a velük kapcsolatos műszaki specifikációknak, az az, hogy semmiféle olyan további tájékoztatást nem tartalmaz, ami az adott körülményre vonatkozik. Például, hogyha arról beszélünk, hogy téves elutasítás, most nem megyek bele ezekbe a rövidítésekbe, de bizonyos az eszközre vonatkozó statisztikai jellemzők, az sehol nincs leírva, hogy azok a statisztikai jellemzők egyébként a bennük működő algoritmusoknak a jellemzői, és a bennük lévő algoritmusokra vonatkozó hibaszázalékot adják meg, nem pedig az egész eszköz működésének a hibaszázalékát, ami értelemszerűen több és több faktor által befolyásolt, mint maga az algoritmikus. És a helyzet az, hogy nincs független minősítő intézete ezeknek az eszközöknek. Még egy utolsó autós példa, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy konkrét autó milyen biztonságot valósít meg, mennyire van biztonságban benne a gyerek, akkor elballagunk az NCAP honlapjára, megnézzük, hogy hány csillagos a törésteszt, és egyébként azon belül milyen egyéb biztonsági szinteket tudunk definiálni, milyen az utasvédelme, milyen a gyalogos védelme, és a többi, és a többi. Na ez nincs, illetve eddig nem volt meg a biztonsági eszközöknél, túl a szabványokon, amelyek egyébként ezt nem taglalják. Most átadnám megint a szót a Csabának, hogy ezt egy-egy példán keresztül konkrétan is megvilágítsa. Köszönöm, most már gyorsak leszünk. Amit ma szerettünk volna megmutatni, hogy ez az eszköz, és el kell mondanom, hogy ez egy kifejezetten alacsony biztonságú eszköz, nem is drága, tokától bokáig fel van boncolva. Nem tudok olyan részét mondani, ami biztonságosan működne, amit nem mutattunk meg az USB kommunikáció, amit nem mutattunk meg az adatbázisba kicserélt mintáknak a használhatósága, de amit tavaly vagy két évvel ezelőtt a kézerezett azonosító, ez a Fujitsunak a terméke, az a per pillanat a világon a legbiztonságosabb eszköz, szenzor, amit mi is teszteltünk, tényleg az titkosította az USB kommunikáció, egyedi hash-sel látja el a mintákat, amiket levesz, hogyha le van tárolva az adatbázisba, ki se lehet cserélni, mert azonnal észreveszi az algoritmus, viszont ez maga a szenzor. A gyártók, akik ebből a szenzorból eszközt építenek, mi hármat teszteltünk, abból kettő nem implementálta a funkcióit ennek az eszköznek, azért, hogy gyors legyen, de akkor viszont át lehetett verni hamis mintával. Tehát hiába van egy autós példámmal, egy borzasztó jó motorunk, hogyha nem használjuk ki annak a lehetőségeit. Ez ugye a sérülékenységekről szól, viszont van egy másik nagyon komoly faktor ezekben a rendszerekben, ez ugye a hibás elfogadás, hibás elutasítás aránya, meg hogy mennyi idő alatt enged át. Tehát amikor egy ilyen rendszert be akarunk vezetni, akkor nagyon nem mindegy az, hogy be tudnak-e rajta menni a felhasználók. Vagy a térfigyelő rendszeren előírunk egy 70%-os felismerési arányt, és közben kijön belőle mondjuk 5, ami hiba határon alul, és annak az 5%-nak a fele is mondjuk téves pozitív azonosítás. Ez egy másik eszköznek a tesztje, hibás elutasítási arány. Ez az egyik legnagyobb probléma akkor, hogyha egy ajtónál ott állnak sorba ugye a userek és nem tudnak bemenni. Láttunk olyan rendszereket, ahol egyszerűen elszabotálták a működését és le kellett szerelni, ki kellett iktatni. Sok ilyen sikertelen telepítést ismerünk a világban. A gyártók általában azt mondják, hogy 0,01% a hibás elutasítási arány. A valóságban végzett tesztjeink valós emberekkel, ez valahol elkezdődik 5% körül a létszám függvényében. Teszteljük ezt koszos környezetben, szennyezett, meg sérült mintával, porokkal, olajokkal, mindenféle körülmények között, de ez ideális körülmények között a létszám függvényében ilyen jellegű változás mutat a hibás elutasítási arány. Ez ugye látszik, hogy valahol 5%-nál kezdődik, és hogyha ráélesztünk egy ilyen trendvonalat, akkor körülbelül fölmegy ez olyan 10-15%-ig. Ez az átlag. Mindegyik eszköznél kivétel nélkül ezt tapasztaltuk. Ugye emlékezünk, 0,01%-ról beszélünk. Ez nagyjából 2-3 nagyságrendi különbség. Ez a különbség, ami az autó fogyasztásánál tart 40%-nál, itt tartunk egy 100-1000-szeres különbségről, és ezek vannak leírva az adatlapra. Algoritmikus eredmények. A másik ilyen, amit leírnak az adatlapok, az az, hogy az algoritmus, az azonosítás ideje kevesebb, mint 1 másodperc. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, amikor beletömtem az algoritmusomba a tökéletes képet, akkor az kiköpi, mondjuk egy felhasználó esetén kiköpi 1 másodperc, az ténylegesen így van. A valóságban mért eredményeink, ez egy viszonylag jó eszköz,
Körülbelül ilyen 4,7-3,3 másodperc metodikától függően. Ez is, a lényeg az, hogy itt is legalább 3-4-szeres különbség van. Ugye ez már kezd problémás lenni, hogyha tudom, hogy maga az algoritmus idő az már 3-4 másodpercig tart. Mi láttunk olyan eszközöket és rendszereket, amik 8-10 másodpercnél már eldobják. Tehát ott azt mondják, hogy ha sikerült, ha nem megtalálni, akkor inkább azt mondják, hogy nem sikeres a belépés. Sőt, olyat is láttunk még a 2000-es évek elején, 7 másodperc után mindenképpen sikeres volt. Tehát akkor lehetett a legkönnyebben átmenni, hogyha egy csukját vett a derikvens. Ez tényleg így volt, nem mondom meg, hogy hol volt, mert azért nem örülnének neki. Szóval ez a lényeg és ez a tevékenységünk. Én megköszönöm, hogy meghallgattatok minket, és akkor nem tudom, akarsz még valamit mondani, hogy mehetünk inni végre. Szép napot kívánok a továbbiakban nektek. Köszönjük szépen!